Szasztok srácok, Zumbai üdvözlök mindenkit, úgy gondolom, hogy a szombat hajnali Rastakhan's Rumble-ről készült videó nem lett a legcsodálatosabb, főleg azért, mert valamiért a hang nagyon szar lett, úgyhogy nem fogom az egészet újra mondani, viszont el szeretnénk mondani egy-két dolgot, mert hát igazából az, hogy hajnali 3-kor vettem föl, az kicsit rányomta a bélyegét a dologra, például az, hogy volt egy-két dolga, mert nem fejeztem ki magam teljesen egyértelműen, és nem szeretném, hogyha a hülyeség maradna meg bárkiben, plusz kiderültek a Rumble Run-nal, tehát hogy a single player content-tel kapcsolatban is dolgok, és ezeket szeretném most így a nagy érdemű előtt ismertetni, hogyha esetleg még nem lennétek vele tisztában. Tehát a lapokat nem nézzük át, azt meg lehet nézni majd az előző videóból, amit majd így linkelni fogok fönt a kártyák között, meg majd így igazából mindenhol, ahol csak lehet, tehát vágjunk is bele! Rastakhan egyébként olyan, mint Genghis Khan, csak egy kicsit trollabb. Nem bírom. Na, szóval a lényeg, ez megint egy 135 lapos kiegészítő, ahogy ezt már megszokhattuk, nyilván érkezik saját játéktérvel együtt, új tematikánk van, és ez pedig ilyen troll championos dolog, ami azt jelenti, tehát hogy az egész a trollok között játszódik, és 9 csapatra lesznek, gyakorlatilag a 9 kaszt így lesz felosztva, minden csapatnak van egy szelleme, egy loája, és minden csapatnak van egy championje, aki igazából egy már ismert hős, ezeket konkrétan név szerint is tudjuk, és a loákat is tudjuk név szerint. És ezen kívül pedig bevezetnek egy új dolgot, amik a spiritek, és ezek pedig stealth lények. Mind a champion, és mind a loa pedig egy legendás lény lesz, és minden kasz ugye egyet fog belőle kapni, illetve van olyan, amelyik nem lény lesz, hanem hero card lesz, például a Hunterről tudjuk, hogy Zul'jin egy hero card lesz. Ez a reveal stream alatt így egy fél mondatból derült ki, hogy azt mondta, hogy hát a Zul'jin majd egy hero card lesz, de most nem mutatjuk meg. És körülbelül ennyi hangzott el róla, volt egy zugolás, hogy miért nem, és semmi. A hírekbe se jött le, sehol se jött le, az egyik hardpornos fórumozó hívta fel erre a figyelmünket, úgyhogy Zul'jin hero card lesz, tehát a Hunter is fog kapni még egy alternatív hírót. Mármint, hogy hero olyan, mint Darkstalker Rexxar. Tehát, hogy hero card effektíve. Jó. Új kulcs szó még a spiriteken kívül az overkill. Ugye a spiritek azok stealth lények, akiknek magas a HP-ja, és így csinálnak valamit, ilyenből fogok majd mutatni, nekünk ugye a Spirit of the Bat-et a lapok között lehet látni például. Az overkill az pedig ugye azt csinálja, hogyha egy lényt jobban meg tudsz, tehát ha többet tudsz sebezni egy lénybe, mint amennyi neki az élete volt, akkor valami extrát ad például, támadhatsz még egyszer, ugye ez erre a Warrior fegyver volt egy nagyon jó példa alapátnézések között. Van két bundle, a normal bundle és a azt hiszem talán Rumble bundle-nek hívták. A normal bundle az elvileg 20 dollárba per 20 euróba fog kerülni, és lesz benne hátlap. A Rastakhan's Rumble bundle, tehát a nagyobb, az ugye klasszikus 50-es, 50 dollárért per euróért 50 lap van benne, tartalmazza az új alternatív sámán hőst, aki csak egy portré, tehát nem lesz semmi alternatív képessége, semmi ilyesmi, és ő maga King Rastakhan. Meg hát nyilván ebben is benne van a hátlap. Oké, a csapatokat nem mondom megint végig, de hogy minden csapat kapott ugye, ahogy mondtam, egy hőst, tehát kapott egy loát és egy hőst, és mindegyik csapat ehhez képest még kap egy spiritet is, és a loa és a spirit nem ugyanaz voltak, akik azt mondták, hogy de zone, összekeverted meg a loa, aztán nem ugyanaz, ezért van külön, hogy láthatjuk például a lapok közül, aki a Warlocknak a loája, tehát Hireg the Bat, és van a Spirit of the Bat, tehát hogy látszik, hogy a spirit és a loa nem ugyanaz. Rumble Run-nak hívják a Rastakhan's Rumble-nek a solo adventure-ét, vagy hát a single player contentjét, így a sok szép magyar szót így mondom egymás után, ugye, de nyilván értitek, tehát az van, hogy ez a kaland, ami elmeséli mag ennek a kiegészítőnek a történetét, és ez úgy néz ki, hogy csapattárs, tehát ez megint a csapat felfogást erősíti, hogy amikor elkezdünk játszani, akkor így csapattársakat választhatunk magunknak, háromból általában egyet, így rögtön a kezdő lépésnél, és az van, hogy a másik 8 csapattal csapat ellen kell majd játszanunk, és úgy megy, ahogy korábban is mondjuk a Monster Hunt vagy a Dungeon Run, hogy ahogy nyerünk, úgy választhatunk magunknak mindenféle lootokat. Innét jön egy új dolog, a shrine-ok, amik gyakorlatilag egy lény típus, ami úgy működik, hogy kitesszük az asztalra, egy nagyon erős passzív képessége van, elpusztítható, de 3 körrel később visszatér. Ez egy nagyon fontos újítás. És elvileg az van, hogy 3 ilyen shrine-ból és 3 championból tudunk választani,
magában a játék alatt, vagy hát egy ilyen rán alatt, és elvileg Rikkár lesz az, akit mi minden esetben meg fogunk testesíteni, tehát ő Rikkárok leszünk mi ebben a játékban. És egyébként az a vicces, hogy Tavernbrawlokban be fogják hozni majd ezeket a különböző ellenfeleket, és ott is ismerkedhetünk majd velük, nem csak ebben a csodálatos single player contentben. Minden más egyébként hasonló, ha jól emlékszem, úgyhogy igazából a Rumble Run-ról ilyen nagyon-nagyon sokat nem tudok elmondani, de mondom, ez most nem olyan lesz, mint amilyen a Boomsday-es puzzle volt, pedig az nekem nagyon tetszett, hanem most visszatérünk a Monster Hunter-os dologra, és csavarnak rajta még egyet, úgyhogy izgalmas lesz, és ugye korábban érkezik, mint ahogy az előzőek, nem kell rá két hetet várni, csak azt hiszem valami 9 napot. Szerintem ennyit szerettem volna most a Rastakaz Rumble-ról, remélem sikerült mindent elmondani, ami eddig újdonság volt, vagy ami eddig nem derült ki. Örülök, hogy megnéztetek, és hogyha szeretnétek kiegészítőt előrendelni Amazon Coin-nél, arról találtok itt fönt a kártyák között videót, hogy ezt hogyan is kell csinálni, így messze-messze a legolcsóbb. A vasárnapi streamen mondtam, és annyival kiszámoltuk, hogy önmagában ha Amazon Coin-nél vásároljuk meg a kiegészítőt, az olcsóbb, mint hogyha megvennénk euróért az 50 eurós pakkot. Tehát megkapjuk, gyakorlatilag 70 pakkot kapunk 50 áráért. Nagyjából így, nagyon leegyszerűsítve ez a történet, úgyhogy szerintem megírja vele egy kicsit szenvedni, legalábbis én biztos, hogy megteszem, tőleg majd eldöntetek, hogy így szeretnétek-e, vagy nem. Sziasztok!